zákon megünneplik ezt a napot. Több mint 4 évtizedes tapasztalat kézzelfogható igazságát, hogy felemelkedésünk, erőn, biztonságunk legfőbb záloga saját munkánk, valamint barátságunk, együttműködésünk a szocialista világrendszer népével. A szocializmus szabad teret biztosít minden becsületes dolgozó, alkotni vágyó állampolgár érvényesüléséhez, mert a mi társadalmunk, a munkatársadalma, amelyben szabadon és biztonságosan élünk és dolgozunk. Népünk sajátjának érzi és vallja azokat a sikereket, eredményeket, amelyeket szorgalmas, fenyelmezett munkával elért. Ennek tudatában élünk és dolgozunk, hogy javainkat önmagunk számára gyakorlatjuk. Az emberi megbecsülés igen fontos mércél nálunk, tisztességesen elvitett munka, mert ez forrása hazánk, népünk szellemi gyarapodásának az egyén boldogulására. Arra törekszünk, hogy megőrizzük a társadalmunk értékeit, életkörülményeink biztonságát és erősítsünk a további fejlődésre. Csak eredményes munkával lehet szebbé tenni az életet, gazdagabbá a hazát, a társadalmat és a vele, az ember hétköznapét és ünnepeit. Népünk előtt egyre érthetőbbé válik, hogy csak akkor tudjuk valóra váltani terveinket, ha a lehetőségeink, adottságaink szerint mindenütt jobban és eredményesen dolgozunk. Ezen az úton javíthatunk a ma még nehezebb körülmények között élő anyagi helyzetet is. Millió értik meg és vállalják ezt a programot. Ezt a szándékot fejezi ki a kormány intézkedése és a szakszeretet. Ezt szolgálja. Az értéket termelő ember munkája alapján a vélemény közös dolgásban. A tisztességesen emelésett munka adhat el hatalmazás erre. Csak azt kell tudni, csak a kezdeményezés a szolgálat felé teremthet egyéni társadalmi biztonságot. Ennek ellenére is az ányban az üzemigazgatóság munkás kollektívája így a szolgálati főnökség is eleget tett a népgazdaság. A munkás kollektívák jó munkának eredményeképpen az elmúlt évben tovább nőtt a munka termékenysége. Az üzemigazgatóság az elmúlt évben végzett kiemelkedő tevékenység alapján elnyerte a közlekedési minisztérium elismerő oklevelét. Kedves eltársak, eltársak, jelszavon ma is, holnap is munka, béke, szocializmus. Nemzeti lobogón és a munkásosztály vörös zászlaja alá hívja május 1-jén mindazokat, akik tenni, dolgozni, harcolni akarnak egy békés, boldogabb világért, gyermekként, emberiség jövőjét. Éljen május 1-je, a munkásosztály nagy sereg számára.